ebben az esetben ugye az intervallum az nem véges, egytől végtelenig kell integrálni, tehát akkor biztos, hogy Riemann szerint nem integrálható. Nem elintható. De hát, ha még improbiusan integráltak, hiszen ez a függvény az értes tartományán folytonos, mi is az értelmezési tartománya. A z négyzet plusz 3, z plusz 2 egyenlő nullát kellene megoldani, de ez jó, hát van z plusz 2, z plusz 1 alakban írható fel, tehát akkor a mínusz 2, mínusz 1 pont kivételével, az mondja az értelmezési tartomány, ugye mínusz 2, mínusz 1 pont kivétele minden valós szám, és persze itt ugye itt ezen folytonos a függvényünk, és nekünk 1-től kell integrálni a végtelenig. Na most ez azt jelenti, hogy ha veszek egy 1-től t-ig egy intervallumot, akkor az van függvény folytonos, az biztosan integrálható, tehát ugye ez itt meg próbálhatjuk impropriusan megoldani a problémát, tehát nézzük, hogyha a határérték tétatalit 1-től t-ig dz per z négyzet plusz 3, z plusz 2-ről, amit mondhatunk. Jó, akkor szükségünk van a határozott integrálra, dz z négyzet plusz 3, z plusz határozatlan integrálra, igen, a primitív függvényre. Akkor elemi racionális töltetre kell, hogy bontsuk. Ugye jól látható fönt, hogy z plusz 2, z plusz 1 alakú, azaz az itt a per z plusz 1 plusz b per z plusz 2 alakban írható, azaz az 1 az egyenlő a szor z plusz 2 plusz b szer z plusz 1. Két paraméter, két különböző gyök, akkor helyettesítünk ebben az esetben, mínusz 2-t helyettesítve. Ugye az A kiesik, 1 egyenlő, és akkor itt a mínusz B-vel, tehát a B az mínusz 1, a Z egyenlő mínusz 1-et helyettesítve, akkor B fog kiesni, és akkor 1 egyenlő A-val, tehát ez rögtön meg is van. Azaz, ez nem lesz más, mint a 1 per z plusz 1-ből, 1 per z plusz 2-nek primitív függvényét kell megadni, az elem abszolút érték z plusz 1-ből, elem abszolút érték z plusz 2 plusz c-vel lesz egyenlő. Jó, hát akkor ez azt jelenti, hogy a határozott integrálunk az nem lesz más, mint elem z plusz 1 minusz elem z plusz 2. Ezt célja nulla választásra kapjuk. És akkor ezt kell 1-től t-ig venni, azaz limez t tart a végtelenbe. Elem t plusz 1-et írhatok nyugodtan, t az pozitív abszolút értéket elhagyhatjuk. Mínusz elem t plusz 2, és akkor ebből kivonjuk az alsó határhelyen fölvett értéket, tehát akkor az elem 2, meg ebből kivonom az elem 3-at. Jó. És akkor itt ezt kell megnézni, mivel lesz egyenlő. No, ha t tart a végtelenben, akkor ugye a logaritmus függvény ismeretében, mint a logaritmus függvényünk, ugye így néz ki, egynél ez az ellenx függvényünk, akkor ez tart a végtelenbe, meg ez is a végtelenbe tart, hát végtelenből végtelen sajnos bármi lehet, de vegyük észre, hogy az kettő kivonható egymásból, legalábbis írható, úgyhogy elem, ugye t plusz 1 per t plusz 2 alapban. És hát, ha ebben az esetben már ugye, ki tudjuk számolni
T plusz 1 per T plusz 2-nek mi a határértéke, hogyha T tart a végtelenbe. Szokásos, kiemeljük a dominást, bár elég jól látszik, hogy egy lesz a határérték, de ezt csináljuk még precízen. 1 plusz 1 per T, 1 plusz 2 per T, ez egyenlő 1-en, ez tart a nullába, ez is tart a nullába. Akkor ez itt tart, az 1 per 1, 1-be, a konstans az megint csak 1-be, tehát ez a határérték valóban egyenlő lesz 1-en. Logaritmus függvénye az 1-ben pedig ugye 0 értéket vesz fel, tehát ez tart a nullába. És akkor ez ln 3-ból ln 2, hát az ugye konstans, tehát akkor ezért ln akarjuk még fel is, hogy ln 3-2 lesz ez az improbius integrál.